Az ünneplés után már az álomcsoport beosztást taglalja a magyar futballszurkolók lelkes és hálás társadalma. A 43 év után Európa-bajnokságra kijutó labdarúgó válogatottól innentől MLS elvárás lesz az EB részvétel rendszeresen. Most az 1972-ben negyedik helyezett csapatban játszó Dunai Anta jön, aki edzőként utoljára vitte olimpiára a magyarokat. Jó reggelt kívánok, szervusz! Jó reggelt kívánok! Na most ugye 43 éve az utolsó EB csapatban ott voltál, és hát 96-ban ez a bizonyos edzőként már kivezetted utoljára. Hát ezt, ha ezt is hozzászámítjuk világverseny, akkor nem 86-ban, 96-ban voltunk utoljára. Az egy ilyen utolsó fellángolás volt Mexikó után, mit gondolsz? Hát igen, hát talán ugye, hogyha a csoportosítjuk, ugye a világbajnokság a legnagyobb, aztán az Euróbajnokság, az olimpia, az egy különleges, igen, hát a világ fiatalok összes meg országai. Igen, fiatalok, de ugye három világbajnok játszott Atlantában, ugye, a braziloknál, úgyhogy lehet három idősebb játékos. Nagyon nagy dolog, ugye, ez egy nagy, nagy öröm a magyar labdarúgás számára, hogy kijöttünk 43 év után, ugye én még játékos voltam ott annak idején, és egy 11-es is csináltam, ha berúgja a társam, a Zámbos Annyi berúgja, akkor talán döntőbe kerülünk, és ott a németekkel lejátszottunk volna, ugye a Beckenbauer ellen, hát az, de mégis döntőt jó lett volna játszani, szóval az igazság, azt talán megérdemeltük volna, de így is. Így hát is. Igen, mert azért ejtsünk szót arról, hogy az még egy nagyon különös Európa-bajnokság volt ahhoz képest, mint amilyen most van, hogy most ott van fél Európa a létszámbővítés, az egy négyes pontosan, torna volt. Ez. Tehát gyakorlatilag a selejtezők az maga már az Európa-bajnokság hát, volt. Hát 16 csapat, én úgy, Európában 16, és abból a legjobb négy. Négy került be Belgiumba, Belgium, ugye Németország, Szovjetunió, akkor még, és mi magyarok játszottunk, négyes döntő, tehát elődöntő, döntő. Igen, az nem az volt, hogy akkor még akkor javítani lehet, meg három csoportmérkőzés. Akkoriban, hogyha a kettőt összehasonlítod, milyen sportteljesítmény ez a mostani EB kijutásunk szereplésünk, mondjuk egy 1972-eshez képest? Igen, attól függetlenül, szóval a futball annyira népszerű lett itt, szóval hogy mondjam, már nem hogy itt, hanem a világon. Itt, hát annak idején mi Afrikába sokat túráztunk, meg mindenfelé mentünk, és hát simán a Gánát, Nigériát vertük, ugye annak idején téli időszakban mentünk ki. Tehát mindenki meg akarja mutatni, és egy nagyon nagy dolog kijut egy Európa-bajnokságra, mert meg kell mondani őszintén, és nagyon vártuk már, sok helyen elmondtam már, hogy ugye 40-ennyi éve, ugye elmúlt 10 év, mindig mondtuk 10 év, 20 év, 30 év, 40 év, és még mindig semmi, na, végre most. De persze volt nagy pek sorozatunk is, megmondom őszintén, ha visszatekintünk még egészen az aranycsapat, hogy ott vagyunk, és nem tudtunk valahogy kijutni, most talán megszűnt. Én remélem, hogy a futball népszerűségeit Magyarországon most még jobban, mert van itt igény a focira, tehát van a közönség, minden, ugye csak kellene egy jobb bajnokság, az még nem a legjobb bajnokságunk van, és hát egy vágott csapat, ami most valami látszott, és elért egy olyan dolgot, na most itt kellene még majd a jövőben a Franciaországban az EB-n megmutatni, hogy igen, van nekünk csapatunk, és azért a magyar foci... Nem csak egy pár harc erejéig volt ez a csapat, hanem működik. Na most még mindig kicsit 72-nél maradva. Igen. Ugyanabban az évben te olimpián is voltál. Igen. És ott a magyar válogatott ezüstérmet csapat szerzett egy legendás lengyel válogatottra kell emlékezni. Igen. Mondhatjuk azt, hogy az volt az utolsó igazán nagy éve vagy jó éve a magyar futballnak? Igen, lehet mondani, mert egy olyan csapat jött össze akkor, amikor kiválasztottunk, hogy tehetséges játékosok váltak, ugye csak a néhányat említek meg, ugye a Dárdai az én játékosom volt, ugye nem jutott ki, mert a skótok ellen kint megsérült, nagyon súlyos sérülése volt, majdnem kettét tört a karrierje neki. Ugye Lisztestől kezdve Sándor Tamásék voltak, Rutka, Mátyústól kezdve, tehát nagyon jó kis csapatok volt, a Sáfár három olyan kapusa volt a Sáfártól, a Sáfár, a Babos, Szűcs, nagyon jó kapusa volt. Tehát többet vártam tőlük, hogy az olimpián megmutatjuk ezt egy kicsit jobban, de kicsit nagyon jó fiatal, tehetséges. Tehát nagyon fontos, hogy fiatalon már ott a 17-18 éves korban tehetségeseket kiválasztani, és akkor azok továbbra is tudjanak fejlődni, mert van egy ilyen, itt egy ilyen mondás, hogy ugye még 16-ig pariba vagyunk a külföldiekkel. Ez igaz szerinted egyébként? Hát van valami benne, mert nem igen jönnek ki olyan egyéniségek. Ugye most a Nagy Ádám, hál' Istennek, a Nagy Ádám nagyon jó játszott, nagyon tetszett a játéka, rengeteget futott minden, egy nagyon hasznosan játszott, előre támadott és védekezett is, mindenhol ott volt a pályán, szenzációs volt a gyerek, de a többiek is jók voltak, de őt kiemeltem a fiatalsága mellett. Úgyhogy kellene valahogy ezekben, hogy több ilyen a mi időnkben, most jó rég volt más világban, ma ugye sok már az internet, stb. Minden, de a mi időnkben annyi tehetség jött fel, persze reggeltől estig futballoztunk, ugye akkor
nem volt ezek a lehetőség a fiataloknak. Valahogy kellene még egy-két, ugye hát ha csak visszatekintünk a mi időnkbe, hát a Fazekastól kezdve az Albert Flóri, a Varga Zoli, aztán később még az utolsóiban a Nyilasék, a Détári, tehát olyan tehetségek jöttek elő. Na de várjál, ezt akarom pont kérdezni, igen, hogy mondjuk egy 1972-es EB negyedik helyet a négyes döntőbe, azt elfogadta azt tőletek az akkori magyar közvélemény, hogy lássuk? Elfogadták, de megmondom őszintén egy kicsit, nem szégyenkezve, de azért kicsit, hogy mondjam, beúsztuk magunkat, mert ugye hát többet vártak tőlünk, ugye, hát legalább döntőbe jutás, mert a németeken kívül azért a másik három az belgákkal azért akkor, hát azért... Hát minimum verhetőnek gondolták, így van, igaz? És a szovjetek is, hát azért még, hogyha azok ellen ugye visszamenőleg sem nem mindig sikerült jó eredményt elérni, de azért itt gondoltuk, hogy itt most aztán megdől a dolog, és legalább döntőt tudunk játszani. Most alig, hanem, sőt bizonyosan elfogadnánk ezt az 1972-es helyezést és teljesítményt. Igen. Reálisan látjuk most már a kalapokat, a kiemeléseket és a vetélytársakat, az EB-re kijutott csapatokat. Milyen esélyünk van szerinted? Én azt mondom, hogy továbbjutási esély mindenféleképpen van, és a futball azért szép, ezt is sokszor elmondtam, hogy le kell játszani. Van egy favorit, ugye? Mert vannak favoritok, és általában az győz, de azért le kell játszani a 90 percet, ugye? És nem lehet tudni soha. El kell kapni egy jó szériát. Ez egy olyan lehetőség most a fiataloknak is, hát az idősebbeknek is, de a különösen fiatalok, mert biztos, hogy azért majd egy-két játékos be fog kerülni még a jövő évig, meg tudja mutatni magát. Hát az egész Európa, a világ, de mindenki nézni fogja ezt, ugye, ezeket a mérkőzéseket. És ott azért oda tenni magamat és megmutatni, és utána profilálta jönnek a menedzserek, minden. Ez egy olyan lehetőség a mai focistáknak, ezt kihagyni vétek szerintem. Ha már ott vagyok, akkor egy kicsit mondjuk nem megy könnyen, kicsit tudik ezt szenvedni. Meg ha már annak idején ti ezt nem tettétek, meg hiába mutattátok magatokat meg a menedzsereknek, akkor még diszidálni kellett hát, ahhoz, hogy utána szerződés legyen. Most már a srácok szabadon nem mehetnek. Ugye Bernd Storka a pótselejtezőken mutatottak alapján azt hihetjük, hogy jó vezére lesz ennek a válogatottnak az Európa-bajnokságon. Szerinted ezekkel a játékosokkal, vagy amire tettél utalást, számíthatunk-e még egy-két Kleinheislerre a jövő nyári világbajnoki keretben, vagy Európa-bajnoki keretben? Meg kell mondani őszintén, mivel én is voltam edző, ugye, és hát nem is akár milyen helyen, de edzősködtem Spanyolországban, 10 évig voltam, én nekem nagyon tetszett. Ez az edzői döntés, amit ő csinált, ez egy óriási dolog volt, meg kell mondani. Olyan játékos játszott, aki nem játszott itthon, illetve hát nem játszott első osztályba, nem első osztályú játékos volt, de nem nagyon játszották őt, és betett, mert fiad, és utána 3 helyen megváltozhatja a hazai. Tehát ez az edzői meglátás, ő bizott, ő látta, hogy ez a játékos fizikailag jó, milyen poszton kell játszatni őt, ahol a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, és hogy milyen egységesen tud beilleszkedni a csapatba a pályán. Fantasztikus döntés volt, meg kell mondani, persze volt benne rizikó is, meg kell mondani őszintén, de így jött, összejött, így gondolta, bejött. Gratulálni kell neki. A magyar szakemberek, a magyar edzők javarésze nem mernek akkora rizikót vállalni? Talán nem. Hát igen, nem tudom, hogyha életem volna az edző mondjuk, kint, hogy a Dzsudzsákot lecserélem-e, ugye? Ugye egy elismert játékos, profi játékos, és ugye több helyen külföldön játszott. Hát akinek ott nem, valójában valóban nem ment. Nem ment, kétségtelen nem ment, és így, de döntött, én most ebben a pillanatban így látta. Na, hogy a magyarok nem, hát őszintén megmondom, más a német mentalitás, más a magyar mentalitás, ugye? Itt most az utóbbi időben több külföldi országból volt, itt már spanyol, ugye, akár a klubcsapatoknál van, ugye, német, francia is volt már, ugye, és van is, olasz is van, ugye, hát lehet, hogy ezeknek a mentalitásával esetleg tudunk javulni, de azért vannak nekünk is fiatal tehetséges edzőink, talán most egy kicsit, hát hogy mondjam, mellőzik őket, talán nem bíznak annyira benne, nem tudom, hogy mi az oka, hát meglátjuk, remélem azért a jövőt illetően azért minél több magyar edző lesz. Ha Csányi Sándor mondására gondolunk, hogy az MLS elnök azt mondta, hogy ezentúl az Európa-bajnokságokra kötelező és elvárás lenne a magyar válogatottnak kijutni. Ez, hát azért ez egy elég kemény, nem tudom mennyiben reális követelmény. Hát ugye mivel én az MLS-ben alkalmazott is vagyok, hát tudom, és a Csányi úr, de az egész elnökség is mindent megtesz annak érdekében, tényleg, hogy segítsen már. Egy probléma van, hogy nem tudna gólt rúgni.
elnök se tud gócolni, és az elnökség se tud, elnökség tagok. Tehát igen, hát elvárás lenne. Igen, a magyar foci, mindig ugye az aranycsapatról beszélünk sokat, meg a utána lévőkről is kint voltunk általában, ugye az olimpia is szóba jött. Hát én még 72-ben játékos voltam, 24 év után jutottunk ki Atlant, tehát most már jövőre újból 20 év lesz, hogy nem jutunk ki. Így van, tehát ott is van egy 20 éves azért, mert lemaradás. Azért általában aranyérmek, ezüst és bronzérmeket szereztünk, ha visszamegyünk egy jó pár évtizedre, ugye? Most már, ha örülünk, ha kijutunk, hát dolgozni kell, fiatalok, most talán ez az eredmény, hát ha még népszerű teszik, mert a futball az nagyon népszerű a világon, mindenhol. Ha mindenki. Náluk is. Hát hogyne, de még mennyire. Ugye ez ilyen közönség, ami volt kint, hát ilyenek kellene. Ezt a játékot közönségnek nem lehet játszani, tehát a bajnokikon is ugye kicsit élesebb lenne, tovább jutnának a klub a nemzetközi csapatok. Kupákban kellene a klub csapatoknak. Nemzetközi. Akkor mindjárt mennének, telt ház lenne, akkor még lehet, hogy kicsi is lenne a stadion. Maradjunk abban, hogy szóval egy fecske azért nem fog nyarat csinálni, nem. Egy nyarat csinál egy franciaországi nyarat, de hosszú távon az NBA színvonal javulása, a magyar edzőknek tanulni kell ettől a tudásimporttól, és a nemzetközi terepen a klub csapatainak is jobban kell szerepelni. Így van, ugye? Tehát támogatás megvan az MLS részéről, itt tényleg egy kicsit oda figyelni, dolgozni kell, kiválasztani a tehetségeket, foglalkozni velük, tudatosan külföldről behozni azokat a dolgokat, amit jó, mert ugye utóbbi idő például Belgium, hogy feljöttek azok is, ugye már hónapra olyan, hogy nem igaz. És más csapat, Izland, már ott van, hát ki gondolta volna Izland is, hogy bekerül az EB-be, nem? Hát tanulni kell. Ugye mindig mondják, hogy hát mekkora Izland, ott sincsenek többen, meg a belgák sincsenek többen, mindig ugye a merítés, hogy nincsen. Igen, régebben több tehetség volt talán, de most is vannak tehetségek, hogy aztán nem nőnek ki, ugye, mert én... Hát meg kell őket találni. Én úgy gondolom, hogy aki 20-21 éves korára jónak kell lenni, utána szokták mondani, hogy 22 éves és még ráér. De hogy ér rá? Fiatal, mint labdarúgó, mind... De már nem tehetség, hanem kész fiatal. De utána nem lehet javulni sokat, már nem lehet javulni. 20-21 éves, vagy jó, vagy nem vagy jó. Tehát itt kellene valamit kitalálni, hogy még jobban, jöjjenek ezek a fiatal tehetség, és ezekből legyenek igazik. És a nagy dolog az, hogy hát egy labdarúgónak a mai világban 8-10 éve van, ugye körülbelül, és ezek a lehetőség megvannak, hogy kimehet külföldre is, vagy itthon is, ugye, hát, de ha már kimehet külföldre, hát megpróbálom, meg tudom alapozni utána a jövőmet. Hát nem, nagyon fontos, mert máshoz nem nagyon értek, és hogyha ezt a labdarúgást ilyen jó elismerik erkölcsileg, és különösen anyagilag, hát akkor minden bele, nem? Hát igen, az a fiatal urak is csipkedjék magukat, és legyenek még határozottak. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm.